Ünnepi közgyűlés tartott augusztus 20-án Székesfehérvár önkormányzata. Az ünnepségen a hagyományokhoz hűen átadták a díszpolgári és tiszteletbeli polgári elismeréseket, illetve gazdára találtak a Pro Civitate díjak is. Nem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adok, hogy velük mind a magad, mint alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait az isteni bölcsesség intelme szerint. Fogadj szót, fiam, gyermek vagy. Nem tapasztaltad még a hadjáratok fáradalmait és a különféle népek támadásait, melyekbe én szinte az egész életemet elmorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha kásával etessenek, az téged csak puhányá és finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése, a bűnök csiholója és a törvények megvetése, ha nem itassanak meg olykor fanyar borral, amely értelmedett tanításomra figyelmessé teszi. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és semmi sem emel fel, csak az alázat, és semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és királyfiának mondanak majd. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig olyas valami kerül majd eléd, amelyben ítéletet mondani méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül tedd, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.
Államalapító királyunk Szent István napjának méltó és szép hagyománya, hogy az ünnepi ülésen kerülnek átadásra a Székesfehérvár megye jogúváros önkormányzat által alapított önkormányzati díjak és kitüntető címek, melyekkel a közgyűlés az élet különböző területein Székesfehérvárért sokat tett polgárok munkáját ismeri el. A döntés mindig felelősség és nehéz is abból a szempontból, hogy egy ilyen gyönyörű városban, aminek ilyen gazdag a társadalmi élete, a kulturális élete, a sport élete, közösségek, civil szervezetek, fantasztikus tanárok, orvosok, alkotók, azok, akik a mindennapokban dolgozva építik ezt a várost, rengeteg ember érdemli meg, érdemelné meg azt, hogy városi kitüntetést kapjon. Próbáljuk azokat díjazni, akik a közösség egész szempontjából valamilyen kiemelkedő teljesítményt mutatnak hosszú időn keresztül, és én úgy érzem, hogy idén is sikerült olyan díjazottaknak átadni a városi elismerést, amivel biztos vagyok benne, hogy a fehérvári közösség egyetért. Fontos elmondanunk, hogy valamennyi díjazott esetében egyhangú döntéssel került a díj odaítélésre, ami jól mutatja, hogy tényleg egy széles társadalmi támogatottságot élveznek ezek a személyiségek. Bízom benne, hogy ők is érzik a közösség megbecsülését és szeretetét, és azt is érzem, hogy ezzel megint üzentük, hogy igen, ez a város törődik azokkal, akik segítik, támogatják, hogy erősödjön közösségként. Az valahol ez szép dolog, úgy gondolom, hogy augusztus 20-án tudjuk átadni, Szent István város a Szent István ünnepén adja át a város legfontosabb kitüntető címeit és díjait Szent István szobra előtt, egy nagyon szép ünnepi közgyűlés keretében, ezzel is megadva a méltóságot ezeknek a díjaknak, nem elfelejtve, hogy augusztus 20-án amire emlékezünk, akire emlékezünk, az és azok az események is Székesfehérvárhoz kötődnek. Polgármester úr egy mélységesen emberi és meghatóan bölcs verset idézett, ami azt is jelzi, hogy Székesfehérvárnak nem csak múltja és jelene van, hanem jövője is. Igen, pár héttel ezelőtt annyi a történet ennek a versnek, hogy pár héttel ezelőtt küldte nekem Kis Gergő Instagram ismerősöm ezt a verset. Csak úgy átküldte, hogy hát verseket ír, és írt egy ilyet, és az úgy gondolta, hogy ezt a vers ez olyan, amivel szeretne engem megszólítani, és akkor megkérdeztem tőle, hogy és úgymond használhatom, ismertethetem, felolvashatom ezt a verset, és azt mondta, hogy ez neki nagyon nagy öröm lenne, és miután ez a vers valahol abszolút a lokálpatrióta érzésről szól, arról, ez a mi közös otthonunk, és az otthon szeretetéről, és arról a felelősségről, hogy igenis azt keressük, ami összeköt bennünket, ne azt, ami szétválaszt bennünket, és igenis lehet mosolyra törekedni, és a gyerekektől tanuljuk meg ezt a mosolyt, és így építsük közös otthonunkat. Ez van benne ebbe a költeménybe, és úgy gondoltam, hogy Szent István szobra előtt, Szent István ünnepén egy ilyen ünnepi beszédet talán érdemes az otthon gondolatával, és ezáltal az erről szóló verssel kezdeni. Micsinszky Alajos Budapesten született, majd Székesfehérváron érettségizett 1950-ben. 1956-ban szentelte pappá Svoly Lajos püspök, 1977-től 40 esztendőn át szolgált Székesfehérvár különböző plébániáin, 1995-ig vezette a ciszterci templomot, majd rövid ideig a Maroshegyi Egyházközséget, végül 1996-tól 2017-es nyugdíjazásáig Szárazrét plébánosa volt. 1999 és 2006 között a ciszterci Szent István gimnázium spirituális vezetője minden korosztály számára hitelesen és jó hatással adta át a keresztény értékeket, közvetítette a keresztény kultúrát. Érdemei elismeréseként Székesfehérvár megye jogúváros önkormányzatának közgyűlése Micsinszky Alajos részére Székesfehérvár díszpolgára címet adományozott. Egész idő alatt nem tudom kitalálni, hogy miért kapom ezt a kitüntetést vagy elismerést. Próbáltam magamban rendezgetni a múltamat, de nem találtam egy olyan pontot, ami miatt érdemesnek tartottam volna magam arra, hogy ezt a kitüntetést kapjam, mert most megtörtént. Ha arra kéne válaszolnia, hogy melyik volt a székesfehérvári működésének legfontosabb pillanatai, akkor mit mondana atyám? Hát egyrészt az énekkal céloztak is, hogy az egyházi zene. Ez a gyermekkórus, ami már később ifjúsági kórussá nőtte ki magát. És a másik pedig a ciszterci gimnáziumban eltöltött 15 éve, amikor én ott hittan taníthattam
Hát ezek voltak nekem a legkedvesebb területeim. Székesfehérvár számára kiemelten fontos az egyházzal való kapcsolata. Ezt hogy értékeli, hiszen az elmúlt időszakban tudjuk, hogy ez nagyon is kiemelkedő. Hát minden esetre nekem most ez nagyon jól esik, hogy olyan dolgokat hallok, amelyeknek valaha csak pont az ellenkezőjét lehetett hallani. Egyáltalán, ami a kormány részéről is nagyon sokszor elhangzik, hogy keresztény Magyarország, meg keresztény Európa, és keresztény értékek, hát ugyebár a szocializmus alatt ennek pont az ellenkezőjét lehetett hallani. Úgyhogy hát ez egy óriási nagy változás, ami itt a 30 év alatt végbe ment, és mivel, hogy én tulajdonképpen az egész szocializmus végig küzdöttem, mind a 40 évet, tehát szinte alig tudom elhinni, hogy ez valóban így van, és hogy hallani. Hogyan kell építenünk a jövőt? Ugye említette a Ciszterci gimnáziumot, én azt hiszem, hogy ez jó úton járunk. Hát én gondolom, szóval ezek a középfokú oktatási intézmények, a középiskolák, ezek rendkívül fontosak, mert ugye ott kezdenek a gyerekek már tényleg kibontakozni, meg átlépni a felnőtt korba, 17-18 éves korukban. Már előbb is elkezdődik egy kicsit, legalábbis az ő szándékaikban, hogy már felnőttnek érzik magukat. Úgyhogy hát az ottani nevelést azt én egy nagyon fontos dolognak tartom. És hogyha ez keresztény alapokon működhet, akkor pedig hát kifejezetten örülök. Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzatának közgyűlése Ribi Péter ügyvezetőnek, Székesfehérvár közösségének elkötelezett erősítéséért, emberbaráti szemléletéért, a szükségben élők támogatásáért, különösen a fogyatékkal élők életminőségének javításában végzett munkája elismeréseként Székesfehérvár díszpolgára kitüntető címet adományozta. Ribi Péter kimagaslóan segíti Székesfehérvár közösségét a 2008-ban elindított alapítványán keresztül. Felelősséget vállal az oktatás, a sport, a kultúra a szükségben élők támogatásáért, különösen a fogyatékkal élők életminőségének javításáért a városban és Fejér megyében. Hitvallását hűen tükrözi alapítványának jelmondata, lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szüksége hiányzik, nem jó tett, hanem kötelesség. Ilyet nem gondol az ember előre, amikor megalakítottuk a Fehérvártavel Kft-t több mint 23 évvel ezelőtt. Egy kis 20 négyzetméteres ablaktalan helyiségbe kezdtük a tevékenységünket, és aztán évről évre egyre nagyobb lett a forgalom. Körülbelül így a 2000-es évek közepétől már több fele próbáltunk jótékonykodni, és hát igazából ugye ehhez kapcsolódik a Fehérvártavel alapítvány létrejötte is, hiszen nagyon sokan megkerestek minket, támogassuk ezt, azt, különböző alapítványokat, és hát rájöttem, hogy ahhoz, hogy ezt szakszerűen jól tudjuk csinálni, ahhoz szükséges egy megfelelő szervezet, egy alapítvány, amelyik ezt a tevékenységet koordinálja, szervezi, felügyeli, ellenőrzi. Hát tulajdonképpen ez a... Semmiből egy új másik világot épített. Én azt gondolom, hogy a díszpolgári cím jó helyre került. Ugyanakkor mindig felvetődik a kérdés, hogy hogyan tovább, hiszen elkötelezte magát Székesfehérvár mellett, elkötelezte magát a karitatív tevékenysége mellett, illetve a Fehérvártravel pedig folyamatosan fejlődik. Igen, hát igazából ez viszont könnyű kérdés, különösebben változtatni nem szeretnénk. A Fehérvártravel reméljük, hogy ezentúl is folyamatosan fejlődni fog. Mióta megalakultunk, mindegy esélyben több volt az árbevétel az előző évinél, és hát természetesen folytatjuk a kvalitatív tevékenységet is. Reméljük, hogy nyereséges lesz továbbra is a Fehérvártravel, és erre továbbra is lesz lehetőségünk hosszú távon. Milyen gondolatokkal fogadta az értesítést az elismerésről? Hát nagyon nagy megtiszteltetés. Székesfehérvár nagyon fontos nekem. Itt születtem, itt jártam iskolába, itt van a munkahelyem, itt él a családom, barátaim,
tehát minden Fehérvárhoz köt, és hát ennek a szeretett városnak a díszpolgára lenni, ez tényleg úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog. És talán még egy érdekesség, édesanyám 1939. augusztus 20-án született, úgyhogy pont a mai napon töltötte be a 80. életévét, úgyhogy ezután is ezt a díjat ajánlom az ő tiszteletére. A város Martin Gizella háziorvos részére betegei és a város egész közösségért végzett lelkiismeretes munkája hivatásának élete végéig tartó szolgálata elismeréseként posztumusz Székesfehérvár díszpolgára kitüntető címet adományozott. Martin Gizella kiemelkedő gyógyító munkájához hozzájárult rendkívül empatikus, türelmes személyisége. Bármilyen problémával fordultak hozzá, ő mindig igyekezett segíteni, fogalommá vált a páciensei körében. Magas szintű tapasztalatokkal teli szaktudása és halkszavú, ugyanakkor erőt és hitet adó személyisége példaként szolgált kollégái számára is. Nagyon rövid az az idő, amióta elvesztettük, azóta próbálok helytállni. Elég nehéz mindennapjaink vannak, de úgy gondoltuk, hogy ez méltó elismerése az ő pályafutásának. És bár határozottan mondom, hogy életében nem szerette a külsőségeket, inkább szerényen a háttérbe vonult, megpróbáltuk mi is ilyen méltósággal átvenni ezt a díjat. Mi az, amit örököltünk tőle, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy számtalan elismerést kapott, mégpedig azért, mert nem csak hivatásban, hanem emberként is kiemelkedőt nyújtott napról napra. Sokat gondolkoztam én is ezen, és azt gondolom, hogy egy szóval tudnám ezt jellemezni, az alázat. Az alázat, amivel a mindennapokat kezelte, amivel a munkáját és a betegeit kezelte. Ez az alázat, ez jellemezte őt egész életében. Egy ilyen elismerés posztumusz is üzenetet hordoz. Mi ez, ami a családot vigasztalja adott esetben, ami majd felemeli az unokákat, a gyermeket? Azért jelentünk meg itt ilyen szép számmal, 10-en jöttünk el a családból, mert mi is úgy gondoltuk, hogy az unokáknak hordozza a legtöbb üzenetet ez a posztumusz kitüntetés. És azt gondolom, hogy a munkához való viszony és a mindennapokban a szerény lét az, ami a legnagyobb üzenete ennek a díjnak. A város kulturális életében végzett sokrétű tevékenységének elismeréseként Pro Civitate kitüntető címet adományozott a város Hirtling István Jászai Mari díjas színművésznek, érdemes művésznek. Hirtling István mindig büszke volt gyökereire, fehérvári származására. A katolikus társadalmi napok világi védnökeként így beszélt a városról. Mit jelent nekem Székesfehérvár? Azt az örömöt, hogy látni egy várost, amely napról napra, hónapról hónapra, évről évre a szemem láttára öltözik ünneplőbe. A kultúra diadalát látom ebben a városban. A színház az mindenhol színház. Legjobb esetben jó színház, és Fehérváron nagyon jó színház van, ezt az évek bizonyítják. Legalábbis amiről én itt az elmúlt 6,5 év alatt be tudok számolni. És ugye, amikor ezt a gyönyörű szép kis plasztikát a kezemben tartom, Kati nénivel a kis guruló kosarával és Fehérvár sziluettjével, engem rendkívül meghat ez a megtiszteltetés, hogy Fehérvár polgáraiért elismerésben részesültem. Mert én igazán nem tettem semmit, csak csináltam a dolgomat. Jöttem, szerepet kaptam, elvállaltam, eljátszottam, és az előadás végén meghajoltam. Úgyhogy hát én ezután a 6,5 év után most meghajolok mindenkinek Fehérváron, és azt kérem, hogy ugyanolyan szeretettel vegyék körül a színházat, mint eddig, és ígérem, hogy visszajövök, tehát nem úgy mentem el, hogy becsaptam ajtót, ablakot magam mögött, és igazgató úrral azzal maradtunk, Jánossal azzal maradtunk, hogy minden egyes alkalmat megragadunk, hogy visszatérhessek, és hogyha időm engedi, a Víg Színházból el tudok szabadulni, akkor jövök újra Fehérvárra. De hát az őseim, a szívem az itt van Fehérváron örökre.
Igen, azt nagyon is jól tudjuk, hogy a múltad és a családod múltja is ide köt. De mi mindent jelenthet ma, manapság egy kortárs embernek a múlt, a Szent István városa, a királyok városa? Én ahogy tapasztalom, az elmúlt időszakban rendkívül nagy energiát fordított a város és a polgárság arra, hogy ezt a múltat feldolgozza és megélje például a királyi napok alkalmával. És ez nagyon fontos, erről én mindig nagyon sokat beszéltem, hogy enélkül, a múlt nélkül nincsen jelenünk, nincsen mai napunk, és hát természetesen ez köszönhetjük, de nincsen jövőnk se. De akkor, amikor körülnézek a városban, és a szemem láttára támad föl ez a város az elmúlt 7 év alatt, amikor először hosszabb időt itt töltöttem, nagyon kihalt volt a főutca. Vagy gyerekkoromban, amikor rokonlátogatásra eljöttünk, akkor is nagyon-nagyon szorványos volt a hétvégi, nem is voltak hétvégi programok. És úgy látom, de mondhatja tévedek, hogy az elmúlt 6-7 év alatt rendkívüli pezsgés kezdődött el Fehérváron. Nagyon vonzó lett Fehérvár, rengeteg ember jön ide, csak a programok miatt, és kíváncsi a városra, kíváncsi a kultúrájára, és nem csak foci meccsre jön, nem csak kosárlabda meccsre, vagy kézilabdára, vagy hokira jön, hanem nekem volt szerencsém megtapasztalni, hogy Pesten sokan jöttek azért ide a színházba, hogy megnézzék, hogy itt mi folyik. Vagy hallottam, és találkoztam olyan emberekkel is, hallottam tőlük, hogy itt nem messze Gárdonyban, Agárdon, Velencén van hétvégi nyaralójuk, és a kora tavaszi időben és a kora őszi időben még jönnek a színházba, és jegyet vásárolnak az itteni előadásokra. Olyanok, akik egyébként pesti lakosok, tehát érdekli őket, hogy mi zajlik itt a várostól, a fővárostól 60 kilométerre. Most ez az, ami egy olyan kulturális potenciál, amit hát látnivaló, de muszáj, hogy azt mondjam, hogy a polgármester úr vezényletével ezt nagyon jól kihasználja a város, és ebben nincsen semmi udvariaskodás, nincsen semmi túlzás, semmi fogalmazási pazarlás, hanem egyszerűen ez a tény. Ezt érdemes tovább építeni, úgyhogy szerintem nagyon jó hangulatban búcsúzom el a várostól, de nem véglegesen természetesen, és nem úgy, mint aki ne jönne ide-vissza. A Családközpontú Szülészet kialakításáért és folyamatos fejlesztésért végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Pro Civitate kitüntető címet vehetett át Hagymási László, a Fejér megyei Szent György Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának főorvosa. Hagymási László kiemelt szakterületei a családközpontú szülészet, a meddőség, az inkontinencia, a nőgyógyászati sebészet és a daganatsebészet. A szakmailag elismert főorvos, a családközpontú szülés élharcosa. Vezetésével évek óta azon dolgoznak a kórházban, hogy minél családiasabb légkört alakítsanak ki, mind a szülőszobákban, mind pedig a gyerekágyas osztályokon, ahol a kisbaba érkezése a család születését jelenti. Ahogy hallottam a laudációt, ez épp hasonlóan gondolkodtam az alatt az idő alatt, hogy hogy jutottam ide egyáltalán, és úgy gondolom, hogy szerencsés voltam az életbe, mert hogy elkezdtem foglalkozni ezzel a szakmával, a szülészettel, a családközpontú szülészettel, mindig olyan munkatársakkal, kollégákkal, kollektívával találkoztam, akik partnerek voltak abban, amit szerettem volna megvalósítani, és igazából nem az én érdemem csak az, hogy eljutott idáig a székesfehérvári szülészeti osztály, hanem az egész osztály kollektívájának az érdeme, hogy még mindazt, amit én úgy gondoltam, hogy meg kell valósítani, azt megvalósították a jó csapatmunkának az eredménye. A hétköznapok minősítenek általában. Mi mindennel kell megküzdeniük, hiszen felgyorsult a világ, nagyon is jól tudjuk, egyre több olyan betegség ütötte fel a fejét, ha úgy tetszik, amelyre reagálnia kell. És nyilván a szakmai előremenetel többek között attól is függ, hogy ezt miként teszi valaki. Jó úton jár-e ma az orvoslás? Én úgy gondolom, hogy nagyon jó úton jár, óriási fejlődésen megy keresztül, és minden kihívásnak megpróbálunk eleget tenni,
és az egész kórházunk, a Székesfehérvári Kórház a legkülönbözőbb problémák, a legújabb dolgok, amik esetleg felmerülnek, akkor mindig úrá tud lenni az egész kórház, de szerencsére a szülészeti osztályunk is. És hát ami érdekes, hogy a fejlődéssel kapcsolatban, hogyha el akarom mondani, hogy én már több mint 30 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni elsők között ebben a családközpontú szülészettel. Amikor még úgy volt, hogy az együtt szülés, az apukák részt vesznek a szülészeten, lasszóval kellett behozni a szülőszobára az apukákat. Nem akartak bejönni, hát hogy ez egy olyan dolog, amire nincs ott a helyük. És eljutottunk odáig 30 év után, hogy dörömbölnek az ajtó, hogy nekünk ott a helyünk. És a szüléseknek a 97%-án ott vannak az édesapák. Ez óriási fejlődésen ment keresztül, nem csak a szakma, hanem a társadalomba is, akik ezt igényik, hogy egészen más az igény most már, hál' Istennek, úgy az apukáknak, a családoknak a szüléssel kapcsolatban, már a várandós gondozással is, és a szülőszobai ellátással. És hál' Istennek mindez a folyamat, amit elkezdtünk, és nagyon-nagyon nehéz harcok árán jutottunk el odáig, hogy a szakma először, majd a társadalom is vevő legyen erre, ma már ez egy természetes folyamat, és szerencsére a kormányunk is támogatja most az egész családközpontú szülészeti programot, hisz 10 milliárd forintot költ az elmúlt évben, ebben az évben, meg a következő évben, hogy a szülészeti osztályokat olyan helyzetbe hozzák, hogy mind természetesebb, mind családiasabbak legyenek, és ehhez a szakmai programot is igazítjuk. Ez ön is nagyon sokat tett hozzá, hiszen a könyve mérföldkő. A könyvem, igen, én írtam egy könyvet, 1994-ben jelent meg, aminek az volt a neve, családközpontú szülészet. Akkor neveztem el ezt az egész programot így, hisz ez egy összetett dolog, de a legfontosabb, hogy a család legyen a várandós gondozás, a szülés és a gyermekes időszakban a középpontjában, hisz a szülőszobán nem csak egy új szülött születik, hanem egy család születik. És hát hamarabb írtam meg a könyvemet, mint a kandidatúrámat, mert úgy gondoltam, hogy nem a szakembereknekhez kell először szólnom tudományos úton, hanem minél szélesebb körben hát az emberekhez, hogy eljusson hozzájuk, hogy miről is van szó, amit meg akarunk valósítani. Az énekzenetanítás a komoly zenei nevelés során végzett 4 évtizedes tevékenysége elismeréseként Pro Civitate kitüntető címet érdemelt ki Auta Ágnes karnagy énekzenetanár. Auta Ágnes embersége, lelkesedése olyan hajtóerőt jelentett, hogy diákjai mindig szívesen vállalták a megmérettetésekre való felkészülést, amelyekre nem volt elegendő heti 1 óra. A tanárnő, aki a mai napig vallja, hogy a műveltségnek nagyon fontos része a zene, a katedrán eltöltött 40 esztendő alatt több ezer gyermekkel szerettette meg az énekzenét, a komoly zenét. Rendkívül zavarba jöttem, és nagyon megtisztelő volt, amikor elolvastam az e-mailt, amelyben értesített engem a polgármester úr, hogy ezt a kitüntető címet megkapom. Nagyon örültem, és hát egy, mondom, zavarba is jöttem, mert ez, nekem úgy érzem, hogy ez túl szép. Pedagógus pályafutása során nagyon sok siker. Siker az, ha a fiatal megfogadja az ön szakmai tanácsait, siker az, ha tovább lép, de ez is egy lépcső. Vajon hogy fogadják a gyerekek? Gondolt már rá? Hát igen, gondoltam rá, hogyha majd értesülnek róla, hogy ezt a szép kitüntető címet kaptam, hogy remélem ők is nagyon fognak örülni, mert ez nekik köszönhető. Ez egy olyan pálya, amiénk, főleg az énektanár karvezető pálya, ami nagyon-nagyon komoly összhangot kíván a gyerekek és a tanár között. Úgyhogy én nem létezem nélkülük, és azt hiszem nekik is szükség volt rá, amikor ott álltam előttük. Kórusai siker-sikerre halmoznak. Ne utasítson vissza, mert valóban így van. Ez jó részt annak köszönhető, hogy felsőfokú szakmai munkát végez mindazokkal, akik éreznek magukban valamelyest elhivatottságot a kórus éneklés, az éneklés a dalok iránt. Kodály országában ez nagyon-nagyon fontos. De mi mindent kell tenni a hétköznapokon ahhoz önnek és a gyerekeknek, hogy egy fellépés valódi ünnep lehessen? Nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, és nagyon kell szeretni azt, amit csinálunk a gyerekeknek is, meg nekem is, mert ez nem megy erőszakkal.
Tehát őnekik is érezni kell ennek a munkának a szépségét, érezni kell, hogy valami értelmes dolgot csinálnak, hogy valami szépet tanulunk, hogy valami értékeset tanulunk. Nekik egyfajta szereplés, nekem is természetesen, és hát nagyon fontos, a siker is nagyon fontos, az nagyon tud dopingolni, és egy ilyen elismerés azért az mindig erőt ad nekem is, és a gyerekeknek is. A székesfehérvári kosárlabdasport érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Pro Civitate elismerést vehetett át Farkas Sándor mesteredző, az Albafehérvár utánpótlás szakmai igazgatója, aki a fehérvári sporttörténelembe akkor írta be örökre a nevét, amikor az ezredfordulón háromszor bajnoki aranyra, kétszer pedig kupagyőzelemre vezette az Albakon férfi együttesét. 2015-ben tért vissza Székesfehérvárra, az utánpótlás irányítását komoly kihívásként értékeli. Vezetőként az a fő célja, hogy minél több fiatalt neveljenek a nagy csapat, valamint a felnőtt magyar válogatott számára. Természetesen ez egy óriási megtiszteltetés, de ez nyilván nem csak nekem szól, hanem én mindig egy közösséget képviselek, és ez legyen egy csapat, vagy legyen egy edzői garnitúra, játékosok, barátok, azokkal való együttműködés eredménye, én azt gondolom, hogy meglátszott azokban az években, és én ezt nagyon szeretném, amikor a sikereket értük el elsősorban ugye a felnőtt csapata, és én azt gondolom, hogy ezt kellene, ezt a valamilyen hangulatot visszahozni, és az utánpótlásban én megpróbálom ezt a kollégákkal, a munkatársaimmal ezt feléleszteni, mert én azt gondolom, hogy csak nagyon jó munkaköri légkörben lehet eredményeket elérni, amivel nyilván a gyerekek, a játékosok, a szülők, mindenki, végül a klub is meglátja a hasznát. A múltat ismerjük, milyen lehet a jövő. Székesfehérvár sportváros, és óriási szüksége van, hogy a labdajátékokban is eredményes legyen, és hát ennek az áloga a te nevelő munkád mindenképpen. Én ugye vezetem az utánpótlást, és azért is hangsúlyoztam ki az előbb, hogy ez nyilván itt nagyon sok múlik az edző kollégákon, akik közvetlen kapcsolatban vannak az egészen kicsi gyerekektől, egészen addig azokig a srácokig, akik már a felnőtt csapattal edzenek. Tehát ez egy csapatmunka, amelyik én azt gondolom, hogy jó úton halad, és azzal dicsekedhetünk jelen pillanatban, amit talán nem nagyon van az országban máshol, hogy 9 tizenéves játékosunk tagja a felnőtt keretnek, és nyilván a jövőre életbe lévő úgynevezett U23-as szabály, amikor egy 23 éve alatti fiatalt pályán kell majd tartani, ez igazából majd jövőre fog ebben megmutatkozni, hogy ilyen szempontból mennyire járunk elől. Tiszteletbeli polgár lett János Irénius Vojcsik, a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása, a magyar kultúra, történelem és Székesfehérvár értékeinek megismertetése érdekében végzett több évtizedes elkötelezett munkájáért. János Vojcsik munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy olyan közvetlen baráti kapcsolat alakulhatott ki Székesfehérvár, Fejér megye, valamint Opole városa és régiója között, amely lehetővé tette a múltban és a jelenben is a változatos és számos szakterületre kiterjedő együttműködést. Nagy örömmel fogadtam a kitüntetést, mert Lengyelországban nagyon sok ember él, akik ápolják a magyar-lengyel kapcsolatokat. A kultúra területével foglalkozom, és napról napra teszünk érte otthon, hogy nagy érdeklődés kíséri a magyar kultúrát és a történéseket. Mivel megfelelő kulturális és történelmi tudással rendelkezem, napról napra teszek érte, hogy ezt széles körben megismertessem másokkal is. Az a jelvény, ami az akóján van, példa. Példa számunkra, hogy miként is lehet ábrázolni, miként lehet továbbadni és megmutatni a magyar-lengyel barátságot. 2017-ben, amikor itt volt az önálló költői estjén, megbizonyosodtunk arról is, hogy figyelemmel kíséri a magyar költészetet, és figyel arra, hogy alkotásaiban is megjelenjenek. Költő lévén természetesen megpróbálok olyan verseket írni az anyanyelvemen is, amelyek megmutatják Magyarország és Székesfehérvár szépségét, és ezzel együtt ösztönzöm a kollégáimat arra, hogy ha Magyarországon vagy Székesfehérváron járnak, nyitott szemmel tegyék ezt, és versekben örökítsék meg gondolataikat. Pannonia, ne feled! Milyen most és mivé fejlődhet a Székesfehérvár-Opole kapcsolat?
Az együttműködés alapja a magyar-lengyel barátság, amelynek rendezvényeit minden évben márciusban tartjuk meg. Nagyon erős szál fűz a Vörös Marti Társasághoz, és folyamatosan szervezzük, hogy minél gyakrabban találkozhassanak a magyar és a lengyel költők. Szeretnénk ezt a lendületet, ami bennünk van, átörökíteni és továbbépíteni, és természetesen átadni ezt a szellemiséget a fiataloknak is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten pénteken, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!